Önök a Bonyhádi Naplót látják, Jela Jászmin Grész vagyok, köszöntöm nézőinket. Lássuk röviden, mit kínálunk a következő percekben. Az elmúlt év eredményeiről számolt be Bonyhád polgármestere. Péterman Jakab díjat kapott Trejsz György. Karácsonyoztak a Bonyhádi Gondozási Központ dolgozói és lakói. Jutalmazták Bonyhád legeredményesebb sportolóit. A városi intézmények vezetőivel és a legnagyobb adófizetőkkel találkozott hagyományos polgármesteri fogadás keretében Filóné Ferenc Ibolya. Az éves protokolláris rendezvényen a városvezető beszámolt az elmúlt esztendőben elvégzett munkáról és felvázolta a jövő terveit. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője köszöntőjében kiemelte, rendkívül fontosnak tartja a helyi politika és a gazdaság szereplőinek jó kapcsolatát. Bonyhád város önkormányzata minden esztendő zárásaként polgármesteri fogadást szervez a városban működő nagyvállalkozások és a működést biztosító intézmények vezetőinek részvételével. A tavalyi esztendőben a Covid-járvány miatt elmaradt a találkozó, így Filóné Ferenc Ibolya polgármester átfogó képet adott Bonyhád fejlődéséről. Az esemény egyben minden esztendőben arra is teret nyújt, hogy átadják a város kiemelkedő vállalkozóinak elismeréséért alapított Péterman Jakab díjat. Az idei díjazott Trejsz György volt. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani önöknek, azért abból a szempontból, hogy 22 évet, mint vállalkozóként jelen voltam, ami 12 évet Bonyhádon. Szeretném megköszönni, hogy a lehetőséget megadták. A polgármesteri fogadás legfontosabb eleme a város elmúlt évéről készült beszámoló, mely kitér gyakorlatilag a működés minden elemére a gazdaságtól a civil szervezetekkel való kapcsolatig. Nagyon örülök annak, hogy megtartottuk idén az évzáró vállalkozói egyben polgármesteri fogadást, hiszen tavaly évben a járványhelyzet miatt elmaradt, és szükségünk van arra, hogy ilyenkor mi is magunk is áttekintsük azt, hogy hogyan zárt az évet az önkormányzat, mi az, amiben előrébb kell jutnunk, milyen terveink vannak, mik azok a beruházások, felújítások, amelyek az elmúlt időszakban lezárultak, és mit tervezünk a jövőre vonatkozóan. Itt a vendégek elsősorban vállalkozók, hiszen régi hagyománya már az önkormányzatnak, hogy így ilyenkor évvégén az legnagyobb iparüzési adót befizető cégeket meghívja, és azok képviselőit, hiszen az iparüzési adó bevétel az egyik legfontosabb bevétele az önkormányzatoknak, ebből tudunk gazdálkodni saját forrásként. Igyekszünk mindig olyan felújításokat tervezni saját forrásból, önerőből, ami a lakosság legszélesebb rétegeit érinti. Ilyenek az útfelújítások, a járdafelújítások, az intézmények felújításai, hiszen a gyermekeink óvodába, bölcsödébe járnak, iskolába járnak. Ezeken dolgoztunk az elmúlt években, és ilyen tervekkel állunk elő a jövőben is. Filóné Ferenc Ibolya polgármester kiemelte, a város gazdasági ereje olyan jelentős, hogy bátran mernek tervezni a következő esztendőre is. Prezentációban beszámolhattam arról a közönségemnek, hogy a város vagyona folyamatosan gyarapszik, és olyan pénzösszeggel, olyan megtakarítással tudunk fordulni a következő évre, ami megalapozza a jövő évi költségvetést, hiszen soha nem látott 400 millió forintos nagyságrend az, amivel gazdálkodhatunk már saját forrásból biztosan a jövőjében, és ehhez kívánunk további forrásokat mindenhonnan, ahonnan csak lehet. Az ünnepség résztvevője volt Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, aki azt mondta, a politika és a gazdaság együttműködésének sikerét tükrözi a város és a térség elmúlt éve is. Azt gondolom, hogy az itt élők látják azt, hogy Bonyhád az elmúlt évtizedben, különösen az elmúlt években nagyon lendületesen fejlődött tovább. Látható az ipari parkban, hogy egyre több ipari csarnok épült meg, egyre több embernek tudnak ott munkahelyet, illetve munkát biztosítani. Ezáltal egyébként a városnak a bevételei is növekednek, illetve biztosabbá válnak. Én mindig is annak voltam a híve, hogy az önkormányzatok a gazdasági életben is legyenek jelen, és legyen szerepük a helyi gazdaságnak a tevékeny alakításában. Bonyhád szempontjából azt láthatjuk, hogy ez nagyon jól sikerült az elmúlt években, az idei évben is, a járványhelyzet ellenére, úgyhogy bizakodó vagyok a következő évre. Azt gondolom, hogy a párbeszédre mindig szükség van, mindig ki kell kérni a vállalkozóknak a véleményét,
egyáltalán az, hogy ők mit gondolnak a város fejlődéséről, az irányokról, miben tudnak egymásnak segíteni, és hogyha ez a párbeszéd megvan, akkor meg a segítőkészség, akkor a vállalkozók szívesen dolgoznak itt, és foglalkoztatnak embereket. Ez a legfontosabb. A következő hét esztendő fejlődéséhez nagymértékben járul majd hozzá a Top Plus program, mely jelentős pénzösszeget biztosít a járási székhelyek, így Bonyhád elképzeléseinek megvalósításához. 2022. április 1-én fogja ünnepelni Bonyhád városa a 45. születésnapját. Szeretnénk ezt méltó megünnepelni, és most egy új uniós ciklus küszöbén is vagyunk, hiszen még az uniós források valamikor tavasszal lesznek elérhetők számunkra. A Tolnamegyei Önkormányzat döntése alapján járásszékhelyként Bonyhád városa nagyságrendileg egy 5 milliárd forintos támogatásban részesülhet. Igyekszünk ennek mindenféle ilyet maximálisan kihasználni, és olyan további fejlesztéseket és beruházásokat megvalósítani, ami valamennyi bonyhádi polgár érdekeit szolgálja majd. Mint ahogy az imént láthatták, a polgármesteri fogadás keretében Trejsz György vehette át az évvállalkozójának járó elismerést Filóné Ferenc Ibolyától, Bonyhád polgármesterétől. A következő percekben ismerjék meg a kiemelkedő társadalmi és gazdasági szerepvállalásáért kitüntetett vállalkozót. Ez a vállalkozás úgy kezdődött, hogy valójában én 3 évet dolgoztam Németországba, és onnan jött ez az ötlet, hogy alapítsunk egy céget, és Magyarországon folytassam azt a tevékenységet, amit Németországban befejeztem. Ezt a tevékenységet, mármint a vállalkozást, ezt 1998. október 23-án egy jeles napon most már, ami egy jeles nap, kezdtük el, és ő pedig egy autóalkatrész rendszernek a magyarországi változatát, amit itt kell csinálni magyarul, kötőelemeket, bilincseket kezdtünk el gyártani Ófaluba, ketten feleségemmel, egy kis garázsba. Nekünk mindig az volt a problémánk, hogy mindig kinőttük a rendszerünket, és mindig próbáltunk előrefelé menekülni. A bonyhádi önkormányzat megkeresett bennünket, hogy nem-e szeretnénk valamilyen szinten Bonyhádra áttelepülni. 2014 márciusában sikerült is az ipari parkon belül az alapkőletétel, most már lassan kezdjük ki is nőni, ami megint egy örömteli dolog. Mi ketten körülbelül havi szinten körülbelül olyan 100-150 ezer darabot tudtunk megcsinálni, ami nem egy kevés mennyiség. Ha mostani darabszámot kérdeznek tőlem, mindenképpen tudok rá válaszolni, de csak éves szinten, ami éves szinten 52 millió darab. Ami nagyon-nagyon fontos számomra, hogy mint családi vállalkozás, és mindig is hangoztattam, hogy családon belül működjön tovább és menjen tovább a cég. Nekem az a nagy szívfájdalmam, hogy ez ügybe feleségem meghalt, és most már nélküle tudjuk csak folytatni ezt az egész családi vállalkozást. Ha valamit elérünk, és elérek, azt nem én egyedül érem el, hanem mindenképpen van mögötte egy család, és mindenképpen van mögötte egy cég, és vannak mögötte olyan emberek is, akik ebben részt vettek, ezekbe a rendszerekbe segítséget nyújtottak. És ehhez hozzátartozik mindenképpen a család, és ezen felül a kik segítettek,
Bonyhád városa mindenképpen, akik mindenképpen mindig mögöttünk álltak, és mindig iránymutatóak voltak. Nem számítottam rá. Én semmiképpen nem számítottam rá, de nagyon örülök neki. Nagyon sok olyan Pétermann Jakab díjas van Bonyhádon, akik mint elődöknek mondhatom, hogy hát utánuk, mint én, következő Pétermann Jakab díjas, hát büszke vagyok rá mindenki. Megtartotta a hagyományos karácsonyi ünnepségét a Bonyhádi Gondozási Központ, és ismét odaítélték az intézmény egyik dolgozójának az Amrein Anikó díjat. Az eseményen ezúttal szekszárdi és bonyhádi diákok is részt vettek, ők egy-egy általuk választott időst leptek meg ajándékkal. Szép angyalka ültette, kis Jézuska küldötte, diós mákos kalácsot, tiszta boldog karácsony. Üljünk vidám ünnepet, Jézuska megszületett. Üljünk vidám ünnepet, Jézuska megszületett. Újra élettel telt meg a Bonyhádi Gondozási Központ nappalia. Együtt ünnepeltek az idősek és dolgozók, ugyanis hosszú kihagyást követően az intézmény ismét megtartotta a karácsonyi rendezvényét. Az eseményen jelen volt a város polgármestere is, aki néhány gyerekkori emléket idézett fel. Minden évben nagy örömmel jövök ide, és nem csak ilyenkor, adventkor a karácsonyra várva, hanem azért valamennyi napján, bár talán a pandémia megnehezítette a többszöri találkozást, de mégis amikor lehetőség volt rá, azért több alkalommal tudtunk találkozni. Elsőként az jutott eszembe, amikor arra készültem, hogy végig gondolom, mivel köszöntöm ma önöket, hogy több mint 40 évvel ezelőtt, az pontos időt már nem tudom, de olyan negyedikes, ötödikes lehettem, amikor ugyanebben az intézményben, ugyanebben az épületben, ugyanebben a teremben, én is, mint most a lányok diákként itt voltam az osztálytársaimmal, és egy karácsonyi ünnepségen előadást tartottunk az akkori időseknek, akik itt voltak a klubban, és ezt már csak néhány tudják azok közül természetesen, akik velem együtt akkor felléptek, de néhány fotó ezt megörökítette. Már tradíció, hogy minden évben a karácsonyi ünnepség keretein belül ítélik oda az Amrein Anikó díjat a központ egyik munkatársának. Karácsony a szeretet ünnepe, nagyon jó érzés adni. És ilyenkor nem csak adakozás van, hanem ugye végig gondoljuk, hogy az egész év folyamán ki az, akit díjra jelöljünk, hiszen mindannyian érdemesek arra, hogy ezt a díjat megkapják, mégis valakit ki kell emelni. Számomra az volt a fontos tény, hogy 17 éve dolgozik az intézményben a kollega, és ráadásul minden időssel kapcsolatban áll. Ő olyan sofőr, hogy mindenkihez kijár területre, szállítja be az időseket, nem csak tanyagondok, támogató szolgálati végzettsége is van. Tehát egy olyan komplett szakember, aki érdemes főként erre a díj elnyerésére. Az év szociális gondozójának és ápolójának járó kitüntetést ezúttal Elmanuel Mihálynak ítélték oda, aki meghatódva könnyek között mondott köszönetet munkatársainak. 2004 óta vagyok a gondozási központ alkalmazottja. Először mint gépkocsi vezető voltam. Későbbiek folyamán a főnök asszony látott bennem valami fantáziát, elküldött szocgondozó ápolóiskolába, azt elvégeztem, majd utána elvégeztem a falu tanyagondnoki szakképzést. Azután elvégeztem a támogató szolgálatos sofőr képzést, és miután megvoltak az iskoláim, akkor lettem falu tanyagondnok. Ami azt jelenti, hogy Bonyhád környéki tanyavilágban élő embereket látom el, szállításban, ha olyan egészségügyi problémájuk van, akkor a házi betegápolásban besegítek nekik. Az empátia és a szeretet. Ez anélkül nem megy. Empátia, szeretet és szívvel, lélekkel csinálni. Szívvel, lélekkel. Ez nem egy gyári munka, hogy odaállok a szallad mellé és végzem a munkámat. Itt minden ember más. Minden emberhez másképp kell viszonyulni, másképp kell hozzáállni, el kell tudni fogadni őket. Ugye az idős emberek, mondhatjuk úgy is, hogy második gyerekkorban vannak, ahogy a gyerekekkel is nehéz bánni, úgy az idősekkel is.
de úgy érzem, hogy szeretnek, megbecsülnek az idősek. Itt az Ámrágy díjátadáskor éppen látszódott is, az jött ki rajtam. Az eseményre azok a tanulók is meghívást kaptak, akik az 50 órás közösségi szolgálatot az intézményben végezték el. Nekik lehetőségük volt egy-egy idősnek ajándékkal kedveskedni. Jó élmény volt, és nagyon segítőkészek voltak. Ebédet hordtunk, az idősekkel foglalkozások voltak. Még mamám is dolgozott itt a másik felébe, ott lentebb, és mondta, hogy jöjjek fel ide az 50 órát elvégezni. Vajda Józsefné Marika nénit választottam. Nagyon szimpatikus személy volt számomra, nagyon aranyos volt, és így megszerettem. Nagyon jó élmény volt, lehetett látni, hogy ez egy összetartó csapat, és mindenképpen hát ugye kedvességet tapasztaltam, hogy az idősek is nagyon kedvesek, és Anus nénit, akit húztam, vagy választottam, megtanított sütni, főzni is. Részben megváltozott, mert attól függetlenül ugyanúgy tiszteltem őket, de most talán egy kicsit jobban, meg nyitottabb vagyok feléjük. A remény lángjának mindig égnie kell, soha nem szabad kialudnia. És így a négy lángot, békét, hitét, szeretetét és reményét őrizni kell mindörökre. Az előző évben nem tarthattunk karácsonyi ünnepséget, hiszen a pandémia miatt zárva tartottunk. Kerültünk mindenféle kapcsolatot, személyes kapcsolatot az idősekkel. Az idén szerencsére ez megvalósulhatott ilyen formában. Nagyon boldog vagyok, hogy ezt a rendezvényt meg tudtuk valósítani, hiszen a legnagyobb öröm számunkra az, amikor látjuk az időseket mosolyogni, hogy végre kicsaljuk az otthonukban egy kicsit őket ebbe a kis közösségbe, ahol nagyon jól érzik magukat. Hát a pandémia nagyon megnehezíti, mint minden intézmény életét. Az első fél évben még lájtosan voltunk nyitva, de májustól teljes gőzerővel dolgozunk. Sajnos új feladatokat is rótt ránk ez a pandémia helyzete. Nagyon sok időst inkább mi látogatunk az otthonába, mint hogy bejöjjön ide a klub helységbe. Most is csak a fele létszám volt ezen a rendezvényen jelen, hiszen nagyon tartanak az idősek a veszélyhelyzettől, és hogy el ne kapjanak valamit, ami érthető, hogy ezt a döntést hozták meg, de örülök, hogy azért ekkora létszámmal itt voltak. Az időseket végül házi süteménnyel és egy ételcsomaggal ajándékozta meg a Bonyhádi Gondozási Központ, ezzel kívánva nekik kellemes karácsonyi ünnepeket. Bonyhád város önkormányzata minden esztendőben elismeréseket ad át az év során kiemelkedő sporteredményeket elérő versenyzőknek és felkészítőiknek. Az idei díjátadón elhangzott, hogy a város elsősorban az infrastruktúrális háttér folyamatos fejlesztésével tudja segíteni a felkészülés sikerét. Az idei esztendőben a megszerzett érmek tekintetében kiemelkednek a Bonyhádi Atlétikai Klub versenyzői. Az idei esztendőben 21 egyéni sportoló és 4 csapattagjai vehették át a város elismerő oklevelét azért a munkáért, melyet befektettek a sport sikerek érdekében. Filóni Ferenc Ibolya polgármester az ünnepi beszédében arról is szólt, az idei év különleges volt abból a szempontból, hogy elkészült az utóbbi időszak egyik legnagyobb és leginkább várt sportcélú beruházása, a sportpálya felújítása. Egy olyan korszerű létesítményt adhattak át, melynek kapui nyitva vannak nem csak a profi sportolók, de valamennyi sportot kedvelő ember előtt. A polgármester reményét fejezte ki, hogy 2022-ben olyan sportinfrastruktúrális fejlesztésekről számolhatnak majd be, melyre mindenki büszke lehet. A személyes találkozásoknál varázsosabb nincsen, és ilyenkor azért elmondhatja az ember azokat a gondolatokat, ami ilyenkor megfogalmazódik egy polgármesternek a fejében is, hogy mi az, ami miatt nagyon hálásak és büszkék vagyunk ezekre a sporteredményekre, hiszen valamennyi sportágban, bármelyiket is említhetném, az ország vagy akár a határokon túl is viszik a jó hírét Bonyhád városának azok a sportolók, akik gyönyörű eredményeket értek el az idei esztendőben is. Alapvetően a háttérben tudunk mi igazából segíteni, hiszen azok a sportlétesítmények, amelyek rendelkezésre állnak a sportolóknak, bármilyen sportágról is van szó, hogy napi szinten az edzéseket végezhessék. Említhetném itt a sportcsarnokot is, a városi sportcsarnokot, vagy akár a szeptemberben átadott városi sportpályát is, ami olyan körülményeket biztosít, ami segíti a jó felkészülést, én úgy gondolom. A kiemelkedően teljesített sportolók javarésze a Bonyhádi Atlétikai Klub versenyzője volt.
Kirchné Máté Réka az egyesület elnöke szerint nem csupán a sportolók szerepeltek kiemelkedően, hanem a sportszakmai munka területén is elismerté vált az egyesület azáltal, hogy Seidler Gézát a Magyar Atlétikai Szövetség szakmai igazgatójává választották. Nagyon büszkék vagyunk a sportolóinkra. Természetesen nagyon fontos, hogy rendelkezésünkre állnak pályák, felszerelések, csarnok, tehát megvannak azok a feltételek, amelyek fontosak a felkészüléshez, de megvannak a szakemberek is. Ezen kívül nagyon fontos, hogy az önkormányzat mindig támogatja az egyesületet, akár a mai díjátadóval, ami nagyon fontos a motivációban is a fiataloknak. Tehát mindig fontos évről évre, hogy tényleg itt megmutatkozhatunk, és látják, hogy milyen eredményeket értünk el, akár az országos versenyeken, akár nemzetközi versenyeken, és szeretnénk évről évre tényleg minél több új eredményt hozni, hogy a városnak a hírnevét emeljük egy kicsit. A bonyhádi versenyzők sikere azt jelzi, a város a magyar atlétika egyik vidéki bázisa is lehet. Amikor volt egy hónappal ezelőtt körülbelül az atlétikai klub Bonyhádnak a 25 éves jubileuma, akkor többek között a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke Gyulai Miklós is, igaz, hogy levélben már nem tudott eljönni, de köszöntötte az egyesületet, és ő is azt fogalmazta meg, hogy az egyik vezető egyesülete az országnak, hiszen ha nincs is nemzetközileg még olyan szinten, egyrészt látszik, hogy fejlődik, látszik, hogy példát mutat az egyesület, hiszen egy nagyon összetartó csapat, nagyon lelkesek, nagyon sok mindent igyekszünk szervezni, és kapcsolatot tartunk sok-sok egyesülettel, és lehetőséget adunk nekik. Tehát elismerik a klubot országos szinten is, a szakemberek is, és erre nagyon büszkék vagyunk. Az egyesületet azért is eredményesnek tartjuk, hiszen olyan szakembereink vannak, akikre már felfigyeltek. A Magyar Atlétikai Szövetség már felkérte az egyik edzőnket, Seidler Gézát vezetői szerepre, de egyébként beszélhetnénk arról, hogy Bonyhádról indult Palko Márti is, aki versenybíróknak lett ugyanígy az Atlétikai Szövetségnél egy vezető szakembere, tehát Bonyhádról egyre többen szakemberként is befutnak és elismertek. Tehát mindenképpen szerintem mondhatjuk azt, hogy Bonyhád valóban egy célpont, egy középpont, egy centruma lehet az atlétikának mára. Filóné Ferenci Bolya azt is kiemelte, a város költségvetéséből jelentős forrásokat biztosítanak a sportegyesületek működésének támogatására. A sportinfrastruktúra fejlesztésében is további tervei vannak Bonyhád városnak. Azon túl, hogy minden évben a városi költségvetésből jelentős forrás biztosítunk az itt működő sportegyesületek számára, ezt továbbra is szeretnénk biztosítani, sőt, ha lehet, és lehetőségünk van rá, akkor ezt akár tovább növelni is. De vannak még olyan sport létesítmények, illetve olyan iskolaudvar például, ahol testnevelési órákat tartanak, amelyekben még bőven van fejlődési lehetőség, hiszen az ingatlan tulajdonos minden esetben az önkormányzat, még akkor is, ha nem fenntartóként működik már egy-egy iskola esetében, és ilyen területen van terve a városnak tovább lépni a jövőben. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!